Köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Baja egy kisváros a Duna partján, 40 kilométerre a szerb határtól. Minden évben július második hétvégén egy hatalmas fesztivált rendeznek a városban, mely alkalommal a városban levők létszáma megduplázódik. Ekkor több ezer bográcsban főzik a méltán híres bajai hallét. A Duna közelsége és a hal szeretete misztikus kapcsolatot alakított ki az itt élők között. Erről szól következő kisfilmünk. Kevés város büszkélkedhet olyan természeti környezettel, mint Baja. A dunai ártéri erdők egészen a városig nyúlnak. A belváros magasabb épületeiről az egész Gemenci erdőbe látható. Nekünk, bajaiaknak természetes a természet közelsége. Halevő családban nőttem föl. Ha visszagondolok, bizony két hétnél hosszabb idő nem igen telt el, hogy ne lett volna a halászlé az asztalon. A halfőzésre mindig megvolt a jó okunk. Böjt vagy ünnep, vendégfogadás vagy családi összejövetel. Nekünk, bajaiaknak a halászlé a közös pont. A természet közeli, gyökereivel a múltba nyúló életmódunkat jelképezi. Mindennapjainkban részben átalakulva ott élnek tovább a dunai halász és vízimolnár hagyományok. A halászlé befolyásolja a hétköznapok és az ünnepnapok rendjét. Egy misztikus légkultusz, ami belengi ezt a várost. Az állandó vágyakozás és a nosztalgia érzése, amikor a halászlére gondolunk. A halászlé a társas lét fontos eleme. Hat a család, a baráti társaság, a munkahelyi közösség belső viszonyaira és a formálódó apa-fiú kapcsolatra is. A fiam is tőlem tanult halat főzni. A családi recept apáról fiúra száll. Az asszonyok meggyúrják és kifőzik a tésztát, megterítenek. Majd a férfi ember dolga, hogy a bográcsot az asztalra tegye, és ami abban van, mindenkinek kedvére legyen. Erdei Ferenc mondta egyszer, hogy a dunai stílusú halászlé főzés olyan, mint a sakkjáték. Az elemi szabályokat, azt, hogy milyen a lóugrás és hogy léphet a gyalog vagy a futár, néhány leszke során meg lehet tanulni. De hogy valaki mester legyen, ahhoz holtig kell tanulni, és még akkor is követel hibát. A jó bajai halászléhez nem kell sok minden. Hal, hagyma, paprika, só és víz. No meg persze egy jó bogrács és száraz fa. A jó bajai halászlé lelke a bajai ember. A halászléről szabad, de nem érdemes vitatkozni. Az jó vagy nem jó, és kész, mondta nekem egyszer egy öreg halász a Vindunán. És milyen igaza volt. Torontói magyar fiatalok öntevékeny kezdeményezéséről adunk most hírt. Sok magyar fiatal van, akik Torontóban élnek és szeretnék magyarságukat is megélni ebben az óriási, sokszínű városban. Összejönnek, barátkoznak és építik a következő magyar generációk kapcsolatát. Kicsit más módon, mint ahogy ezt eddig megszoktuk. Erről a nagyszerű kezdeményezésről szól következő kis filmünk. Hosszú tervezés után ma először összejöttünk Kanadában, illetve Torontóban élő magyar fiatalok, abból a célból, hogy megismerkedjünk egymással, és kialakítsunk egy olyan baráti társaságot, ahol barátságok születhetnek, és egyáltalán, mint magyar fiatalok, akik nem kötődünk egyik meglévő csoporthoz vagy szervezethez sem, időnként össze tudjunk jönni, megismerkedni egymással, tudni egymásról, hiszen pár év múlva mi leszünk a következő generáció magyarsága itt Torontóban. Régóta terveztük már ezt az összejövetelt, de egy hónappal ezelőtt indult el a konkrét szervezés egy internetes fórumon, amit Meetupnak hívnak, és egy hónap alatt 37 tag regisztrált. Ebből ma 15 ember jött el, és itt a háta mögött a fiatalok, ahogy láthatják, beszélgetnek, jól érezzük magunkat.
A terv az, hogy ezt a összejövetelt minden hónapban megszervezzük, ezért várunk minden fiatal magyarul beszélő vagy magyar kötődésű első, másod generációs embereket, akár beszélnek magyarul, akár nem. A célunk tényleg az, hogy legyen egyfajta összetartozás, egy összetartás, és megőrizzük a magyarságunkat, a nyelvet és a kapcsolatot egymás között. Mindazok, akik szeretnének hozzánk csatlakozni, javaslom, hogy a meetup.com internetes weboldalon keresztül, ha rákeresnek magyar csoportokra, akkor meg fognak minket találni, és szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel. Tokaj Wine Boutique és Restaurantban több mint 50 magyar bor és 20 féle pálinka közül válogathat. Az étterem ideális hely születésnapi partik, baby és wedding showerek, kisebb rendezvények, továbbá céges partik számára. Nálunk kapható magyaros ételekkel biztosan nem van szégyen vendégei, üzleti partnerei előtt. Látogassa meg a Tokaj éttermet, ha igazi magyaros környezetben szeretné élvezni a magyar ételeket és borokat. A világot látni kell. Utazásaihoz válassza a Travel Expressions-t. 30 éves tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére. Személyre szabott kedvező árak a világ minden pontjára. Hajó, repülőutak, busztúrák egyénileg vagy csoportosan. Szállodafoglalás, autókölcsönzés. Meghívó levelek készítése, betegbiztosítások teljes körű ügyintézése. Forduljanak bizalommal torontói vagy londoni irodánkhoz. Ritkán adunk hírt a montreáli magyarokról. Most a montreáli első magyar református egyház történetével ismerkedhetnek meg, mely története a múlt század elejére nyúlik vissza, így a felvételek egy része régen készült. Ezzel a műsorral kezdetét veszi egy sorozatunk, melyben szeretnénk bemutatni a kanadai magyar egyházak történetét. A montreáli első magyar református egyház története úgy nagyjából 1926 környékén kezdődik. Nagy tiszteletű dr. Fehér Mihály, végzős növendék, Debreceni Református Teológiai Akadémiáról kapott egy amerikai ösztöndíjat, ha jól emlékszem, Princetonba, és a tanév végén Church of Canada-tól kapott egy ilyen nyári foglalatosságszerű megbízatást, hogy próbáljon meg missziós munkát végezni a Kanadába érkezett, bevándorolt protestáns vagy református magyarok között. 1925-26 a dátum, és szinte a legendárium számban esik most már. Orbély üzletben, kifőzdében, minden ilyen utcai, közös helyeken a magyarok jöttek össze, megpróbálta felkutatni a magyarokat, és így esett, hogy 1926 pünkös vasárnapján a United Church of Canada hivatalos jelenlétében egy alakuló közgyűlést tartottak a Montrealban, a downtownban, a Montreal központjában. Church of All Nations, vagy a minden népek temploma vagy egyháza végül is a magyar református egyházba kulminálódott, tehát nagyon sok nemzetiségből egyetlen nemzetiség maradt igazából talpon, gyülekezetté erősödvén, templomot vásárolván, azóta is önálló egyház községként létezvén, ez a minden nemzetiségek közül a magyar volt Montrealban. 38-39-40-41-es évek környéke vásároltak egy templomot, és a gyülekezet önálló életre kelt. Úgyhogy a 40-es évek elejétől számolhatjuk azt az időt, amikor hogy igazából a montreali első magyar református egyház, magyar református egyház a saját lábán megállt, és igazi, valódi egyházközséget alkotott. 1954-re az egyházközség elég erőssé vált, hogy azt mondták, most már itt az idő, el kell, hogy döntsük, hogy hol legyen a templom. Ugye az új magyarok által benépesített körzethez nagyon közel, új templomot építettek, 1954-ben tették le az alapkövet,
és 1955. május 8-án pedig ünnepélyesen felszentelésre került az új templom, ahol most is vagyunk. Az egyik legfontosabb magyar ember áradott be Kanadában 1956-57 idején, illetőleg ugye 1989 előtt úgy nagyjából a politikai és gazdasági szempontú menekültek érkezgettek ugye folyamatosan még a 60-as, 70-es, 80-as években is. 80-as évektől erősödik az erdélyi vonal, illetőleg 89 után határozottan kevesebb, vagy magyarországi magyar érkezik, többségükben erdélyek jönnek érthető okokból. A évek végén, 70-es évek elejére a nemzetiségek közötti feszültségeket kormányzott kezelni nem elég jól tudta, és ezért az angol beszélők egy jó része, illetőleg a nemzetiségek egy jó része, akik az angol beszélő quebeci kisebbséghez csatlakoztak kulturálisan, azoknak egy jó része egyszerűen elment ebből a tartományból, ami azt jelenti, hogy a mi gyülekezetünknek is legalább a fele eltávozott vagy nyugatra, vagy Ontárióba, más tartományokba, British Columbiába, vagy pedig egyszerűen délre, az Amerikai Egyesült Államokba. Ez egy nagyon nagy vérveszteség volt nekünk. Úgy 89 után az állandóan folyamatosan érkező erdélyi magyarokkal, székelyekkel a gyülekezetünk gyarapodott és gazdagodik folyamatosan. Szóval az egész Kárpát-medence képviselve van nálunk, a Vajdaság, Felvidék, Őrvidék, Kárpátalja. Vallási vagy felekezeti szempontból is sokrétű a nép nálunk, már az alapítók között is nagyon sok unitárius, többnyire székelyeredetű unitáriusok voltak, nagyon sok evangélikus és hát a reformátusok különböző tájakról érkeztek. Úgyhogy alapító lelkészünknek, a tisztelő dr. Fehér Mihálynak igen nehéz feladata lehetett, mint hogy ez a feladat azért továbbra is így van, hogy így áll fenn, nagyon nehéz feladata lehetett, hogy ebből a rendkívül különböző hátterű emberanyagból vagy gyülekezetet kovácsoljanak. Ez valóban egy sikertörténet véle egy része, de hogy ez továbbra is így legyen, ugye legalább akkor erőfeszítéseket kell tennünk, mint az alapítóknak, vagy az alapítóknak majdnem 90 évvel ezelőtt, vagy a templomépítőknek úgy 60 évvel ezelőtt. Úgy kicsit végvárias, még mindig, kicsit vadnyugatias, még mindig egy kicsit. Tehát Budapest egyértelműen közeledési szándékot mutat a tengeren túli emigráció felé. Tehát a magyarság úgy tűnik, hogy próbálja összezárni egy kicsit a sorait. Ugye globálisan, vagy az egész világon sorsfordító történés sorozat megy végbe. Mondjuk elkezdődött 15-20 évvel ezelőtt nagyjából, de gyorsul a folyamat, és úgy tűnik, hogy valóban mindenkire szükségünk van. Nemzeti szempontból, kulturálisan, túlélésileg, mindenhogyan szükségünk van egymásra, úgyhogy itt Montrealban is ez az üzenet féle fogalmazódik meg, vagy központi gondolat kristályosodik, hogy akármilyen háttérrel rendelkezzünk, akárhogyan is gondolkodjunk a fejünkben, filozofáljunk, politizáljunk, bármit is csináljunk, magyarok vagyunk, össze kell fognunk, össze kell tartanunk, az egész világon senkire nem számíthatunk, csak saját magunkra. És ez igaz, hogy így volt mindig is, de úgy tűnik, hogy most még inkább így lesz. A Corvina Hungarian Canadian Business Directory 2005 óta segít tájékozódni és kapcsolatokat építeni a kanadai magyar üzleti világban. Válasszon a számtalan magyar vállalkozó, szakember, üzlet és szolgáltatás kínálatából. Mutassa be és népszerűsítse saját vállalkozását a magyar közösség legismertebb és legkeresettebb könyvében. Címjegyzékünk Kanada szerte több ezer ingyenes példányszámban, online és ingyenes mobil alkalmazás formájában is elérhető. Kezdje itt a keresést! Corvina Directory. Iránytű a helyi magyarságban. Ha valakinek kell egy szép öltöny, az tudja, hogy menjünk a Tommyhoz. A Tominak az üzletje az itt van, a Kensington piacon 1958 óta. A Tominál megtalálod a legszebb olasz, német és kanadai öltönyöket. Gyertek be a Tommyhoz, és soha nem fogjátok megbánni. És ami választ, várok tőletek. Tomikám, hát jövünk! Tomikám, hát jövünk! Hát fiaim,
gyertek a papához! A Blue Danube kedvenc bevásárlóhelye volt a torontói magyarságnak. Az üzlet új tulajdonosa mindent elkövet, hogy megtartsa a magyar vevőket a hagyományos magyar választék megtartásával, de újdonságok is szerepelnek a tervei között. Úgy tűnik, továbbra is érdemes lesz itt vásárolnunk. Bizonyára sokan tudják már, hogy a Blue Danube Sausage House-nak, mely Etobicoke-ban a 24 Chancy Avenue-n található, 2015. decemberre óta új tulajdonosa van. A tulajdonosváltással egy időben az üzlet neve Blue Danube Sausage House-ról Mark's Hungry Deli and Kitchen-re változott. Nem változott azonban az üzlet nyitvatartási ideje és magyaros választéka sem. Az új tulajdonos, Mike Schlotti, fontosnak tartja, hogy a magyar termékek, mely sokunkat ide vonzottak vásárolni, változatlanul megtalálhatók legyenek üzletében. A magyaros levesektől, a konzerveken és száraz tésztákon át, a kocsonyáig és a győri kekszig, az eddigi szokásos magyaros áruválaszték most is rendelkezésre áll. Our business actually started as a family business in 1861. Mark Dade nagyapja Németországból emigrálva 1861-ben alapította meg első üzletét Waterloo piacán. Mark újraélesztette Dade nagyapja üzletét. A húst a Waterloo környékén élő Mennonite-októl szerzi be, mely garantálja a minőséget, különösen azt, hogy a Mark által árult húsnak alacsony a sótartalma, valamint nem tartalmaz antibiotikumot és allergiát kiváltó anyagokat. Ajánljuk, hogy továbbra is vásároljanak Mark üzletében, ahol kedvenc magyar termékeik mellett egészséges, természetes Mennonite hús alapanyagokat és az azokból készült termékeket is megvásárolhatják. A karácsony már elmúlt, de az ekkor rögzített gondolatokat érdemes megfogadnunk. A torontói első magyar pünkösdi gyülekezet vendégei voltunk. Karácsony ünnepünk alkalmával azért elmélkedtünk, hogy hogyan is szól hozzánk az az ősi héber irat, amit Ézsaiás prófétán keresztül kaptunk. Isten igéjében olvasunk az Úr Jézus Krisztus születésével kapcsolatosan, 700 évvel megelőzve az Úr Jézus Krisztus születését. És azon elmélkedtünk, hogy Ézsaiás úgy mutatja be számunkra az Úr Jézus Krisztusnak a személyét, mint aki csodálatos, tanácsos, erős Isten, ő a békesség fejedelme, és ő az örökké valóság atya. Ezen az ünnepen megemlékeztünk arról, hogy sokszor szóhasználatunkban a Jézuska, vagy az Istenke áldjon meg kifejezés hagyja el sokszor a szánkat, ami az Isten igéhez viszonyítva nem állja meg a helyét. Ugyanis az Isten ígéje számunkra egy olyan gyermeket mutat be karácsonykor, egy olyan fiút mutat be, aki Istentől származik. Ember formájával lett azért, hogy hozzánk hasonlóvá legyen. És az Isten ígéje úgy említi őt, mint aki erős Isten. Ézsaiás prófétán keresztül Isten azt akarja megértetni velünk, hogy a mindennapi élethelyzetekben a nehéz, szürke napok ellenére is, amikor nehéz körülményekben találjuk magunkat, netalántán egy elromlott házasság, netalántán rossz hírek egészségünkkel kapcsolatosan, vagy netalántán éppen az embertársi kapcsolataink nehezítik meg az életünket, vagy az elvárások, munkahelyi elvárások, akkor jusson eszünkben az, hogy nekünk nem egy istenkénk van,
Nekünk nem egy Jézuskánk van, aki karácsonykor ajándékot hoz számunkra, hanem nekünk az élő Istennek a fia, a názáreti Jézus Krisztusunk van, aki megalapította az Istenek országát, és róla azt mondja az Istenek ígéje, hogy ő az erős Isten. Ha körbenézünk napjainkban, körbenézünk világunkban, éppen csak most is, ahogy az új évnek indulunk neki, és ahogyan alig búcsúztattuk az elmúlt évet, amikor sokféle politikai vihar kavarta fel a világunkat, sokféle erőszak, sokféle gyűlölet hullám járta át szinte az egész bolygónkat, akkor körbenézhetünk, és azt láthatjuk, hogy nem meríthetünk reménységet sehonnan. Honnan kapjunk tanácsot, hogy mi lesz a jövő? Honnan kapjunk erőt, hogy hogyan induljunk neki a következő évnek? Honnan nyerünk reménységet, hogy napjainkat ne bús, komor állapotban, ne depresszióba töltsük, hanem megélve azt minden óránkat, és beteljesedve az élettel, elnyerve mindazt, amit Isten készített számunkra, hiszen az ember csak egyszer él. És ezekben a napokban csak akkor nyelünk reménységet, csak akkor juthatunk igazi vigasztaláshoz, igazi békességhez, ha megfogadjuk azt, amit Ézsaiás prófétán keresztül az Isten el akar juttatni hozzánk üzenetként, hogy az élő Istennek a fia, ő nem egy nyaklánc számunkra, ő nem valamiféle vallásos ékszer, ő nem valamiféle szobor vagy szent kép számunkra, ő az élő Istennek a fia, akiről mellesleg az Isten ígéje azt mondja, hogy ő az erős Isten. Én azt kívánom mindenki számára, hogy a mindennapjainkat próbáljuk meg ebben a hitben élni. Induljunk neki úgy ennek az évnek, hozzon az bármilyen körülményeket is, hozzon az bármilyen nehézséget is az életünk számára, vessük ki az életünkből, a szóhasználatunkból azt, hogy Jézuska, Istenke, és helyette beszéljünk úgy róla, mint az erős Istenről, aki minden korban, minden birodalomban, minden történelmi időszakban megállja a helyét, és segíteni akar nekünk, közel akar jönni hozzánk. Erről elmélkedtünk karácsonykor, hogy Isten közel jött hozzánk, emberré lett, hozzánk hasonlóvá. Meg tudta volna oldani a problémákat messziről is, elég lett volna neki csak szólni, tudott volna egészen másféle módon is kommunikálni velünk, de ő mégis ezt választotta, hogy egy gyermek formájában megszületik, és eljön erre a földre, majd pedig meghal kereszt áldozatot, azért, hogy mindannyian, akik hisznek benne, reménységet nyerjenek, örök életet nyerjenek, bűnöknek bocsánatát nyerjék, hogy azok, akik hisznek benne, azok vele élhessenek, vele tölthessék a mindennapjaikat reménységben, mert ő az erős Isten. Napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. $40 egész évre, hova küldjük, milyen névre? www.napjaink.ca 2768-0997. Napjaink, lapjaink, ezt olvassa apraja és nagyjaink. Riportokkal telettűzve, jó humorral főszerezve, testi, lelki, szellemi, otthoni és itteni. Napjaink, napjaink, rendelje meg ön is lapjaink. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Köszönjük és várjuk a munkánkat segítő jószándékú hívásaikat, leveleiket! Az Egy perc Magyarország című sorozat következő epizódját láthatják most, mellyel búcsúzunk Önöktől. Viszontlátásra a jövő héten, ugyanitt, ugyanebben az időpontban. Egy perc Magyarország. Nógrád, község Nógrád megye délnyugati részén, a Börzsöny keleti előterében. A honfoglalás előtt már említik létezését, első István idejében városként a megye székhelye volt. A török pusztítása után szlovákok települtek a faluba, magukkal hozva szokásaikat. A Börzsöny-hegység keleti oldalán festői szépségű völgykatlanban jól láthatóan magasodik az Árpád-korban épült vára, mely a megye névadója. A szabálytalan alaprajzú belső tornyos és belső várból álló erődítmény Magyarország legrégebbi kővárai közé tartozik.
Épített természeti környezetéből kiemelkedik a 2,5 évszázados barokk római katolikus templom, melynek legdíszesebb a főhomlokzata, az építtető Migazi Kristóf Váci püspök címerével. Az evangélikus templom 150 éve szolgálja a közösséget. A Felszabadulás utca 36 szám alatt található tájházban egy 1930-as évekbeli jómódú parasztgazda életvitelét bemutató gyűjtemény látható. A vár alatt található a település nevezetes forrása, a védelem alatt álló csurgóforrás, melyhez a környező települések lakói gyakran kirándulnak. Családi gazdálkodásban működik a Börzsöny lábánál elterülő 110 hektáros Nógrádi Vadaspark. A község híres szülötte Hesz Mihály, olimpiai bajnok kajakozónk.